Hát nem gondoltam volna, hogy ma zsiráfot simogatok. Mindenhol ugye az van kírva, hogy nem lehet hozzáérni, nem mehetsz a közelébe. Itt mindenkinek azt mondja, menj a közelébe. Kifejezetten. Nézd meg a struktúrát. És kötelező fotózni. Hajdú Levente szobrász és Hajdú Zsuzsa vegyész az Eger mellett található Noé kertje megálmodói. Autógumi, és ezek gyakorlatilag kólás és petfalaszkok földarabolva, bevágdosva és lefújva. Miért pont Noé bárkájának sztoriát dolgoztátok fel ebben a parkban? Azért, mert olyan témát kerestünk, amelyik minden korosztálynak szól. Tehát ne csak egy réteget szólítsunk meg, hanem a gyerekeket, az időseket. A Noé kertjében található közel 80 darab szobor 3 éven keresztül készült. Nem mindenhol párokat alkottunk, hanem van, kicsi, hanem van ahol a kicsinye van az anyukájával. Amik itt a parkban vannak, azok létező állatok. Kint a parkolóban, ahol bejöttetek, ott csak egy darab állat, ami nem létezett, az egy mitológiai állat. Ő a griffmadár, ő őrzi a mi parkunkat. A történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy aki bejön ezen a bolton keresztül, átmegy ezen a kis hídon, végigmegy ezen az ösvényen, és megtalálja fönn a bárkát, és fölmehet, és onnantól lenéz erre a szép kis parkra. Eljövök itt az úton, mindig egy pacsi, pontosan, ugye? Mindig egy pacsit, mindig adok neki egy pacsit, teljes gumiból készült, ez kb. 250 kiló, olyan nagyon nehéz, de így lehetett fölfúrni rá ezt a rengeteg sok barna színű petfalaszkot. A mamutot 18 kilométer kötélből fonták, de Magyarország legnagyobb kígyószobra is itt látható, egy 11 méter hosszú kobra. A kiállítás legmagasabb pontján pedig Noé bárkája áll. Rengeteg anyagot jelenítettünk meg, 6-7 anyaggal próbálkoztunk, aztán most már tucatnyinál tartunk. A kerámián át, a tükörön át egy csomó újrahasznosított anyag van. Tehát itt van például PET palack, nem tudom hány autógumi lehet benne, 10 vagy valami ilyesmi. És valószínű lány, mert ez a kis picike kis frufru, ez nekem olyan lányossá teszi. Egy német alumíniumból készült automárkában 2000 szegecs van, ebbe 6000 szegecs van. Úgyhogy van benne elég sok. Ő egy szépség, azt tudom mondani. A felnőttek is igen. És hogyan szoktak felülni rá? Szerintem felsegítik egymást. Szerintem egymást felsegítik. Csak azt nem tudom, hogy jövök le. Te készítetted a szobrokat, és Zsuzsa pedig festett? Nem pontosan, mert ez úgy van, hogy ő az én múzsám. Úgyhogy ő nélküle én nem alkottam volna ilyen jó dolgokat, vagy ilyen mennyiséget, ilyen rövid idő alatt, úgyhogy az ő mosolyáért én elmennék a világ végére. De van olyan szobor, amit én fejeztem. Igen. Kevés, de... Ő csinált az összes. Igen, nagyon fontos, hogy folyamatos lázban égünk. Nem szeretem azt az alkotót, aki ilyen hidegvízpartot most alapon működik. És mindig van ötletünk. Örülök neki, hogy megtaláltalak. Megmentettél, mert valószínűleg teljesen másfajta életet éltem volna. Értékesebb lettem általad. Köszönöm. Szerelmi vallomás itt gyakorlatilag igen. A Petőfi TV kamerái előtt. Igen. Noé bácsi nagyon egyszerűnek ábrázoltam, ő is egy ilyen félig beton, félig ilyen áztatott, cementes technikával készült, a botja végén pedig egy nagyon díszes dolog található. Igen, és várja az állatokat, még nem emelte fel a botját, úgyhogy még nem kezdődött el a beszállás. Az Egri szabadtéri kiállítás télen bezárja kapuit. A szobrokat zárt térbe helyezik, így aki még idén megnézné, érdemes igyekeznie. Aki viszont lemaradt, jövő tavasszal újra megcsodálhatja a bibliai alkotásokat.